Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban kipróbáljuk a Profi Polishnak az üvegtisztító kendőjét. Ez egy két oldalas kendő, az egyik oldal a tisztításra, a másik oldal pedig a szárításra van. Úgyhogy ezt a kendőt is a www.polirtech.hu-tól kaptam. Kipróbálásra ingyen és bérmentve, de ennek ellenére a saját őszinte véleményemet fogjátok hallani a végén. Úgyhogy ez nem egy fizetett hirdetés. Úgyhogy kezdjük is. Nem fogom az összes üveget megtisztítani a kocsin, mert az első szélvédőt azt egy másik videó kedvéért már más anyagokkal megcsináltam, úgyhogy csak az oldalsó ablakokat és a hátsó szélvédőt. Igen, amit még el akartam mondani a kendőről, tehát ahogy említettem, ez egy két oldalas kendő, az egyik oldala, az egy ilyen, hát, dörzsisebb, ilyen fogósabb, ez a része való ugye a kosz letisztításához, út elágazódás, ugye? És a másik oldala pedig az egy ilyen puhább, ez ugye a szárazra tisztításhoz, hogy csíkmentes legyen a felület. Úgyhogy kezdjünk is neki. Bye.
ez volt akkor a Profipolisnak a kétoldalas üvegtisztító kendője. Az én véleményem az, hogy ez egy nagyon jó kendő. Lehet érezni, ugye, hogy a durvább oldala úgy, hát nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy így fog, úgy tart. Tehát erősebben kell ugye dörzsölni, ezáltal ugye lehozza a koszt, és a puha oldalával pedig könnyen csíkmentesen lehet törölni. Amit én negatívumnak tartok, és valószínűleg lehet ezt jobb technikával is csinálni, az az, hogy ugye állandóan forgatnom kellett, mert én szeretem egyből letörölni az ablaktisztítót, amikor felviszem. Úgyhogy azt mondanám, hogy igazából érdemes akkor ebből egyből kettőt beszerezni, és akkor az egyik oldalát ugye a durván hagyni, a másik oldalát a puhán hagyni, és akkor nem kell ugye állandóan forgatni, és akkor sokkal gyorsabban megvan. De ha valaki nem bánja, tehát inkább fel annyit akar rá költeni, de nem bánja azt a néhány extra percet, meg az állandó forgatást, akkor úgyis teljesen baba. Úgyhogy én nyugodt szívvel tudom mindenkinek ajánlani ezt a kendőt is. Nekem tetszik. Úgyhogy hát ezzel ez a videó is ennyi volt. Amennyiben tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nyomjátok a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videókról. Köszönöm a figyelmeteket, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!